isteni szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig egy új sorozat a Shogun 2-ben. A Csoszakába klánnal indítottam egy új, teljesen új, úgynevezett végjátszást, ami tőlem egy kicsit létidegen kifejezés, nem szeretem a végjátszásokat. De fogok indítani most egy olyan sorozatot, hogy amíg újra felépítem majd azokat a játékokat, amiket korábban használtam, ugye a Windows 10, vagy hát Windows 7 alatt, vagy Windows, meg Windows 8 alatt, akkor most a Windows 10-re is megpróbálom felépíteni azt a rendszert, amiben a videókat készítettem anno. Ami furcsaság lehet az az, hogy majd a Shogun 2-ben jelenleg nem használom a gemet, ugye ezt a grafikai modot. Kíváncsi vagyok most ezzel a shader modell 5-tel, illetve a gem nélkül majdnem ultrára felhúzott grafikával mit tud nyújtani a config. Aztán ugye lassan el kell kezdenem bemutatni a klánokat. A Csoszakábékkal lehet, hogy volt videóm, vagy csak én játszottam egy kampányt, de azt nem vettem fel, elképzelhető. Minden esetre ez egy ilyen teszt kampány, nagyon felvettem az egységlétszámokat, tehát amennyire csak lehet. Háromszoros szorzót alkalmaztam, illetve másfélszeres szorzót a hajóknál, tehát a szárazföldi egységeknél háromszoros szorzót alkalmazok, a hajóknál pedig másfélszeres szorzót. Úgyhogy lesz itt elég sok minden újdonság szerintem így a csatát tekintve. Ez ellenség? Ez peace. Ez war. Hát úgy gondolom, hogy először menjünk be a várba. Aha, Csoszakába Kunichika. Oké, ez meg egy generális. Hát amondó vagyok, hogy ezt a kört még húzzuk ki, vagy bekeljük ki. És akkor még fel tudok állítani valószínűleg két egységet, nem tudok. Akkor az utakat majd később húzzuk fel. Viszont akkor ide letermelek gyorsan. Ha jól tudom, a Csoszakábék ezek nagyon gyorsan fognak előállítani íjász egységeket, de lovasokat meg nagyon lassan. Ha minden igaz. De ezt majd meg kell néznem, hogy ez hogy működik. Igen, ugye a Csoszakábék nagyon híresek az íjászatukról, azért ilyen gyorsan állítják fel az íjász egységeket. Még ugye láttátok, hogy a takedák azok 6 kör alatt állítottak fel íjász egységeket. Már mint szamurái íjász egységekről van szó, természetesen Ashigarukat minden klán egyforma gyorsasággal tud képezni. Mi van még, ami fontos lehet? Itt igazából meg tudjuk nézni. Ugye minden klánnak elérhető a képességei. Igen, a farmok hoznak plusz bevételt. Ugye nekem a lovasság után az íjászat az egyik kedvenc fegyverem, nem? Úgyhogy el leszek én ezekkel. Egyszer már tényleg játszottam velük. Nézzük meg, hogy tudok-e kereskedni. Oké. Hát akikkel lehet, hogy őket egyelőre legyenek ők, megpróbáljuk, hogy tudok-e érdemben kereskedni, hát sajnos nem. Igazából friendly klánokat kell választani. Hogyha van egy kis pénz magunk, akkor megpróbálhatjuk megdobni őket némi, vagy megkenni őket némi pénz maggal, és itt egy siker is. Jó, még megnézzük az adóinkat, ami nagyon fontos, hogy én felszoktam, így van, maxra fölhúzzuk, és kapásba rámegyünk a Bushidóra. Na! Remélem, hogy sikerült beállítanom akkor megint a kampányt. Elég lassú lesz a körváltás, én azt érzem. Jó lesz ez a kampány, fogok vele gyakran jelentkezni, ez most csak egy ilyen bevezető videónak készül, nem sok időm van most is, még van 4 nap munkám, aztán megyek, akkor kezdődik a szabadságom,
Úgyhogy még ebben a 4 napban megpróbálom egy kicsit visszahozni a régi gépe, vagy hát a régi rendszeremről a dolgokat. Hogy telepítgetem újra a játékokat, hát egyelőre csak a Total War játékokat telepítem újra, meg egy-két ilyen, a War Thunder van fönn még, aztán ilyesmik. Szóval amik nem kimondottan a profilom. De a Total War játékok is lassan újra felkerülnek, majd talán holnap lesz időm a Napoleont feltelepíteni újra. Masters of Europe-ot próbálgatom majd. Ja, utána visszafelé haladva az Empire-t is meg felteszem. És hogyha minden jól megy, tényleg nagyon jól megy, akkor október vége, november eleje felé az Attila. Az Attilával is megkezdem a teszteket. Na, úgy látom, hogy itt elég durva fosztogatás zajlik. Valamint egy ostrom, amit én nem játszok le. Ez semmi értelme. Szerintem teljesen megsemmisítő vereséget fog szenvedni, így van. Ez azért jó, mert nem rossz. Nagyszerű gépi intelligencia most megmutatta azért. Lehet, hogy nem volt más esélye egyébként. Igen, igen. Igen, gyorsan megjavítjuk ezeket az épületeket. Ne vesszen kárba. Oké, és gyorsan utakat. Illetve kikötőt is felhúzunk, nagyon fontos az elején. Oké. Hát nagyjából, ugye itt megpróbálhatunk újabb kereskedelmi egyezményeket kötni, nagyon fontos, hogy próbáljuk meg ráerőszakolni az akaratunkat ilyen téren az ellenségre. Aki barátságtalan velünk, az nem valószínű, hogy meggyőzhető. Megpróbáljuk őket, a maradék pénzünket rá. Nem az a baj, hogyha már egyszer nem fogadt el, akkor másodszorra sem már biztos. Jó, tehát nekünk ezt az utat kell követni, elvileg. Így van. De akkor ténylegesen úgy működik-e, ahogy kell. A gem nélkül kell futtatnom ezt a kampányt egyébként, hogyha észrevettétek, mert mai napig nem tudom, hogy hogyan, de én úgy emlékszem, hogy a gem feltelepítése után ugyanúgy be tudtam állítani a DirectX 11-et. Valamiért most nem tudom megtenni, úgyhogy inkább most egyelőre a gem nélkül futtatom a kampányt. Aztán meglátom, hogy sikerül-e megértenem, illetve rájönnöm, meg hát keresgélnem olyan információkat, amivel a gemet újra úgy tudom működésre bírni, ahogy kell. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a... Hát igen, foglaljak el egy provinciát, könnyű azt mondani. A ROM 2-re rátérve annyit szeretnék mondani, hogy az a hardcore kampány, amit én bemutattam, az egyelőre nagyon... nagyon rosszul működik. Szóval teljes mértékben el van balanszírozva a játékos ellen, úgymond. Ugyanis a 12 körös kampányban az a submód az mindenkire vonatkozik, csak a gépi ellenségre nem. Tehát például venétek 80-90 dénárért értékű pénzért tarthatnak fönn elég komoly egységeket, sőt a vezérő egységük 250 aranyba kerül. Míg csak Rómának egy háztáti egység fenntartása 269, vagy 259, most pontosan nem ugrik be. Szóval elég el van balanszírozva, de azért majd megpróbálok majd valami értelmes egyveleget abból is összehozni akkor újra. Mert nem érzem úgy, hogy ilyen unbalanszírozott játék mellett kéne folytatnom a Dave-vel is tényleg a játékot. Egyáltalán nem tudom felfogni ezt a logikát, ami alapján a Dave-t megalkották ilyen téren, a submódok terén. Úgyhogy elnézést kérek, most a Dave nem fog folytatódni egy darabig, amíg össze nem tudok hozni egy számomra logikusan működő, átlátható, jól összerakott submód pakkot a Dave körül, mert eddig nem nyert el a tetszésemet igazából. Az alapmód
az elég jól működik, de ugye eleve a képzési idők, költségek nincsenek hozzáigazítva a kampányhoz. A négy körös számmód, ami hozzáigazítja a képzési időket, az építési időket, illetve a költségeket a négy körös, az alap DEI kampányhoz, az meg olyan szinten unfair, tehát olyan szinten a gép már játszik, hogy egyszerűen nincs értelme játszani. Mert mínusz 50-nel indulva, tehát eleve nem államcsőddel, mert van 4000 bevételünk az elején, vagy hát a kincstárunkban, de bevételünk nulla. Szóval eleve a gép hatalmas előnnyel indul, pillanatok alatt a 20 egységes seregei futkoznak a térképen, míg mi éppen hogy csak annyi dénárt, vagy annyira vagyunk jók, hogy a kezdetből lerakott seregeink megmaradjanak, nem úgy újakat képezzünk. Szóval egyelőre értetlenül állok ez mellett, vagy e fölött a jelenség fölött, de megpróbálom majd kideríteni, hogy most ez milyen koncepció, vagy miért így működik, vagy miért nem. Aztán, hogyha összeáll, meg tényleg most összetudom rakni úgy a DEI-t, hogy úgy működjön, ahogy szeretném nektek bemutatni, akkor lesz DEI, de egyébként pörgessük a kört. Mert egyszerűen nem lehet. Ez a Shogun 2 Dart mód, meg Morning Sun, ez össze van rakva, ez szép, ez jó. Igazából nincs is vele probléma. Zseniális játékká érett a Shogun 2 ezekkel a modokkal. Kim van a Modder Content Pack, vagy Content Pack, úgyhogy nem lesz rossz, nem lesz rossz, azt kell, hogy mondjam. És én a csoszakávékkal akkor ebben a négy napban megpróbálok a pár órácskát játszani. Megpróbálom felvenni. Remélem, hogy nem leszek annyira kimerült, illetve hát ez a hatalmas hőség, ez annyira meg tudja viselni az emberi szervezetet, hiába van egész nap klimatizált környezetben, akkor is a hőség teljesen tönkreteszi az embert. Úgyhogy ennyi lett volna, megvárom a kör végét, aztán akkor holnap, ezt a következő videóban innen fogom folytatni, akkor azt meg tudom ígérni, hogy ebben a kampányban nem lépek úgy, hogy ti nem látjátok. És nem fogok most újra telepíteni jó darabig, szerintem decemberig, mert akkor érkeznek be az SSD-im a nagy valószínűséggel. De az is lehet, hogy egy új gépet építek, szóval az is lehet, hogy ezen a gépen is tovább folyik majd a videózás, illetve egy új, még nagyobb minő, nagyobb teljesítményű gépen is újra fog, vagy hát azon is videó tartalom gyártása fog majd végbe menni, illetve más is, de az még a jövő zenéje. Jó, hát akkor én mentettem, és akkor nem sokára jelentkezem a következő videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!